A Kovács Katalin nevével fémjelzett komplexum egy éve épül a sukurói kajakkenu és evezős pálya tőszomszédságában. A háromszoros olimpiai és 31-szeres világbajnok aktív pályafutása során sokszor hallgathatta meg a himnuszt. A mostani alkalom talán az egyik legkülönlegesebb volt számára. Nekem mindig fantasztikus érzés hallgatni a himnuszt, és mindig egy kicsit megható is. Rengeteg emlék ilyenkor természetesen visszajön a sportpályafutásomból. Hozzáteszem, nagyon sok sportot nézünk a tévében a két csodálatos gyermekemmel és a drága Fejér urammal, és nagyon sokszor halljuk ugye a himnuszt mérkőzések elején, vagy egy-egy eredményhirdetéskor. Az akadémia egyik célja, hogy a lehető legtöbb növendéke hallgathassa majd a dobogó tetején a magyar himnuszt. Ez minden adott lesz, világszinten is egyedülálló lehetőségeket nyújt majd a magyar sportolóknak a létesítmény. A jelenkor egyik legnagyobb kihívása, hogy a fiatalokat meg tudjuk szólítani, és ezek azt gondolom, hogy ma már 21. századi létesítmények és infrastruktúra nélkül szinte lehetetlen, hogy elcsaljuk őket a különböző számítógépes eszközök mellől. Ez az egyik küldetés, ami szerintem nagyon fontos. A másik pedig az, hogy ma már látszik az, hogy minden eredményességhez, komoly eredmény eléréséhez szükségünk van arra, hogy a sporttudomány a lehető legmagasabb szinten jelenjen meg. Ebben az épület együttesben akár a magaslati edzőszobára gondolunk, akár az ellenáramoltatott medencére, ez itt meg fog tudni valósulni, én azt gondolom a világon egyedülálló színvonalon. A 20.000 négyzetméteres főépületben sportuszoda, tanmedence, tornacsarnok, edzőtermel, kétterem, főzőkonyha és konferencia termek is helyet kapnak, de lesz sportdiagnosztikai labor, orvosi szoba és oxigénterápiás helyiség is. Közel 70 kollégiumi szoba kerül kialakításra, ezek magaslati levegőt is képesek szimulálni. Önálló 7000 négyzetméteres épületszárnyban kapnak majd helyet az evezős tesztpályák, edzőtermek, öltözők és hajótárolók, de létrejön egy világszinten is egyedülálló, ellenáramoltatott evezős medence. A létesítmény utánpótlás nevelő bázisként fog majd működni, tehetségeket menedzsel és módszertani központként is funkcionál majd.